A Szentesi Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont színpadán a Zene, Világ, Zene sorozat keretén belül egy régi ismerős vendéget üdvözölhettek a szentesi zenebarátok, hiszen a szegedi Molnár Dixieland Band lépett fel. Vérpesdítő muzsikájukra most önök is odafigyelhetnek. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Molnár Dixieland Band névadóját. 45 éves a zenekar ebben az esztendőben. Mi az, ami összetarthat mégis egy csapatot? Mi a Dixieland muzsikának, ha kérdezhetem úgy, a titka? Tulajdonképpen nem olyan nagyon nehéz erre válaszolni, mert hogy úgy mondjam, a Dixieland zene maga egy örömzene, tehát szerintem a legvidámabb zene, és akik ezt játszák, azok olyan zenészek, akik szeretik ezt csinálni, és hát bár meg kell, hogy mondjam, hogy 45 év alatt elég sok tagcsere volt, de azok elsősorban valamilyen egészségügyi vagy munkahelyi indokok miatt léptek ki. Ez nagy nehézség volt mindig pótolni valakit, de és pláne vidéken, ahol hát nem nagyon szaladgálnak százával a Dixieland zenészek az utcán. De ennek ellenére az, hogy sok munka van mögötte, ez mindenkit visszatart attól, hogy egy, mit tudom én, egy rossz szónál kiugorjon a bandából. És tehát ez is az egyik titka annak, hogy együtt maradt sokáig a banda. Tehát itt most is vannak olyanok, akik 30, több mint 30 éve játszanak a zenekarban. Garai Márta például 71 óta van velünk, és hát persze a közönség is hozzásegít ehhez, mert különösen a szegediek, és mindenütt, ahol játszunk, olyan kedvezően fogadják a zenénket, hogy azt hiszem, hogy is mondjam, tehát siker nélkül, vagy szégyen teljesen még nem vonultunk le a színpadról, és ez egy jó, jó érzés mindenkinek, hogy tulajdonképpen a munkánkat elismeri a közönség azzal, hogy vastapsóan, vagy bekiabálások vannak, és így tovább. Tehát. A zenekarnak a honlapjára valaki rápillant, akkor minden egyes tagnál létezik egy valamilyen kis lábjegyzet a fanatikus rajongók részéről, ami minden egyes esetben egy kis vidám megjegyzés. Szükséges a Dixieland zenénél a vidámság, a humor, ez mennyire jellemző amúgy is a csapattagjaira? Hát maga a zenéből fakad az, hogy ez humoros, és mindenképpen egy az improvizatív műfaj, mint olyan, ez egy kedves, aranyos, kellemes zene, ami szerintem a világon legvidámabb zenéje. Ezt köszönhet a század elő négereinek, akik visszahozták az improvizatív műfajt a zenébe, ami elég nagy szabadságot ad. És ebből fakad a könnyedség, meg a humor érzék is. Ők próbálták a zenébe a nyomorúságokat is túlélni, hogy így mondjam. Hát ennek ez a magyarázata, gondolom, de vele lehet magyarázni ezerféle dolgot, nyilvánvaló. De én a zenekarunknak az összes tagja, aki eddig a zenekarban volt, több mint 40 nem vettek részt ez alatt az idő alatt, az mind vidám ember volt, és mind humoros, és hát megy a hülyeség folyamatosan, utazunk valahova, stb. Tehát ez nem egy savanyú műfaj, és nem is savanyú emberek játszák. Tehát ez kétségtelen tény. A Dixielandnél maradunk, ugye lételem ennek a muzsikának az improvizáció. Hogyan történik ennek, mert mégis azért valamiféle keretet ennek kell adni. Ezt megbeszélik előtte, egy koncert előtt, hogy kinek melyik számban nyílik alkalma arra, hogy egy kicsit szólózhat a hangszerén, vagy akár ez néha a helyzet varázsa is hozhatja, és már vannak annyira összeszokottak, hogy erre tudnak reagálni.
Hát igen, ez kétféle részből áll. Hát, tehát egyrészt vannak komoly próbák, ahol magát a hangszereléseket összepróbáljuk, tehát főleg a témák azok, amik sokszor együtt szólnak, tehát, és a betétek különösen, vagy a kód, a kezdés, vagy a vége, ezek meghangszerelt dolgok, de ami közben történik a hangszerek részéről, tehát az improvizáció, azok szabadok, és hát még egy titka van ennek az, hogy például a klubokban, vagy jam sessionökön lépünk föl, akkor ott teljesen adhok jelleggel. Tehát rámutatunk valakire, most te jössz, és akkor fújja, amit gondol. Hát nem össze-vissza persze, mert ugye ennek periódikus és akkordbeli szabályai vannak, amit hát, és a harmadik a stílusbeli szabály, akkor ismerni kell le meg föl a Dixieland irodalmat, ez nagyon sokat kell hallgatni hozzá, tehát megvannak azok a módszerek, ami alapján ezt lehet csinálni. Tehát ez nem úgy megy, hogy valaki fölmegy a színpadra, és valamit majd játszunk, hanem hát nagyon sok hátulütője van. Tehát ez annyira különleges, hogy például azt meg tudom mondani, hogy egy komoly zenész, ha följön a színpadra, ezt hozzá se tud szagolni, míg valószínűleg én meg a szimfonikus zenekarhoz nem tudnék hozzászagolni, tehát ez már eléggé szétnyílt ez az olló. Szeged azt gondolom, hogy a zenekarnak a talán legfontosabb bázisa, de jó néhány koncerten üdvözölhettük önöket az elmúlt években is itt Szentesen. Milyen érzéssel jönnek a megye északi részére, milyen emlékeik vannak Szentesről? Tehát ide egyrészt meg közel van, tehát szomszédvár, de a közönség is nagyon aranyos, kedves. Hát, tudjuk azt, hogy itt több jazz koncert szerveződött már a régi időkben is, főleg a kertész család jó voltából, még Péter élt, akkor ő szervezett itt, most a fia az Ákos, és ennek örülünk, hogy ez mindig akkor működik, hogyha valaki fölvállal egy ilyen belső indítatásból valamit, hogyha nincs ilyen ember, aki ezt a részét nyomja, akkor hát felsorolhatnánk egy csomó magyar várost, ahol semmiféle jazz élet nincs. Tehát ez mindig személyekhez kötődik, vagy egyáltalán a zeneiskolához, a városvezetéséhez, vagy kulturális irodákhoz, vagy sorolhatnánk, hogy minket múlik. De Szentes mindenképpen egy ilyen kellemes város ebből a szempontból, mert a közönség reakciójából is érezzük, hogy azért itt nem akárkik jártak itt az évek folyamán, tehát ezt lehet érezni a színpadról is. Nem beszélve arról, hogy tudjuk is, hogy milyen zenekarok voltak itt korábban meghívva.